Hát ember és madár kapcsolatáról én azt gondolom, hogy ez egyfajta kölcsönös rabság. Én is kötve vagyok hozzá, ő is kötve van hozzám. Békjónak mindkét része kötött. Nekem fel kell kelnem hozzá reggel, el kell őt vinnem repíteni, meg kell őt etessem, hiszen ezt magától ugye nem tudja ellátni, mert egy röbdében él. Viszont ő, neki a szabadsága az általam van korlátozva. És így egyfajta kölcsönös rabság alakul ki kettőnk között, meg egyfajta barátság, mivel már évek óta együtt vagyunk. Ez így teljesen jó, hogyha mindkét fél ad, és mindkét fél kap is a másiktól.